Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit egy újabb ETS 2 magyar modos videóban. Már vállalom is el ezt a fuvart, kérem szépen. És az előző videó alatt valaki írt egy tök ötletes kommentet, ami gyakorlatilag arról szólt, mi lenne, hogyha csak a GPS hangra hagyatkoznék tájékozódás szempontjából, és kikapcsolnám a térképet. És most így látom, oké, arra kell kimennem, és ott pad jobbra. És ennyi, amit a térképen fogok látni. Átkapcsolom erre, és innentől kezdve nem látom, hogy merre kell menni. Oké. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésre, amennyiben japán partnerüket valakinek meg kell hágnia végül. Minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, és ezügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra választanak egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS vétel. Kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS vételt. Egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán nőt. Hogy lehet így beszélni ennyit? Na, Mr. Jaksho bemutatkozott nekünk. Szóval, egy magas nyomású tartályt viszünk 12 tonna. Menjünk jobbra. Menjünk jobbra. Ezt még, ha ezt még tudom. De hogy zebrától 5 méteren belül nem lehet megállni. Vagy valami ilyesmi, nem? Valami ilyesmi ez a Kressz. Oké, okay, Mini Cooper itt elszágúdozott előttünk, ha jól tudom, ez az volt, de nem ismerem annyira a kocsikat. Oké, okay. És akkor szépen kijövünk a külső sávban, és itt szépen elkocsikázgatunk. Az a baj, nem látom a sebességhatár sem. Az egy kisebb probléma, de mindegy, úgyis piros lesz az a cucc, hogyha túllépjük. Ez viszont megint sárga. Ki hitte volna, hogy ebben a csodás játékban egyből pirosat kapunk. Én nem lepődtem meg. Addig tolvassuk a dolgokat. Azt mondja, a fuvardíj 2,8 millió forint. Hátralévő idő 2 óra 4 perc. Menetidő következő pihenőig 10 óra 55 perc. Jó kis Volvo-t vezetünk most amúgy. Nem is tudom, hogy vezettünk eddig Volvo-t. Azért a V8, nem tudom mondjuk milyen motor van benne. FH16. Ötletem sincs, tesó. Na, megyünk, és hát bízunk benne, hogy Jaksho időben fog szólni, hogyha esetleg kanyarodnunk kell valamerre, de hogyha forgolódnunk kell, vissza kell fordulnunk valahol, még az is benne van, hogy későn mondja, hogy lekanyarodni kellett volna. Igen, nehéz ez a magyar. Ez az ötödik videó amúgy, amit zsinórba veszek fel. Nem tudom, mikor csináltam ilyet utoljára, hogy 5 videót zsinórba felvettem, és nem tudom, ez tök király. Na mindegy, csapatjuk, mint vadállat, itt gyorsan lefékezünk, inkább szép lassacskán, valószínűleg egyenesen kell menni, mert Jaksho... Egyenesen! Azt akartam mondani, hogy nem mondott semmit, de most már mondott. 60 Celsius fok, az a izé hőmérséklete a hűtővíz. Jaj. 62. A 90-nél megáll, akkor nincs probléma. Bár nem tudom, hogy a kamionoknál is a 90-e a normális. Biztos, nem? Gondolom én. Szépen kimegy oda a kis kocsika. Melyik hídon vagyunk? Megint az Árpád hídon vagyunk amúgy? Nem néztem most táblát, de biztos, mert állandóan, igen, ez a Margit sziget itt balra, ugye? Nem, jobbra. Jaj, izé felől jövünk, Buda felől, aha. Ez a Margit szigeti víztorony. Ugye? Jó, egy kicsit túlléptem a sebességhatár, de nem olyan vészesen, akkor 80 volt valószínűleg a megengedett. Szépen lefékezgetünk. Egyenesen megyünk, Jaksho! Hát szerintem egyenesen. Egyenesen, köszi. Hol megyünk? Buda dél, Sandbuilders céghez megyünk, Buda délre, de akkor mi jöttünk át Pestre. Átjövünk Pestre, és így végig megyünk a izékör úton, aztán megyünk vissza, vagy mi? Én nem tudom, nem vagyok egy GPS, biztos jobban tudják. Dél.
Nagyon jó. Amúgy hol vagytok, srácok? Minden oké. Okay. Annyira szeretem, hogy ezt a játékot, meg ezeket a videókat felvenni, csak beszélsz a semmiről, amiről éppen akarsz eszedbe jut, ilyenkor ki lehet adni magadból a dolgokat, és csak vezetsz, érted? Csak tübörög alattad a kamion, és csak vezetsz. Tök jó, esküszöm adom. Na mindegy. Remélem, srácok, hogy mindenki jól van. Az a jelenlegi helyzet, ez nyilván senkinek sem jó. Én is csak annyit tudok mondani, mint mindenki más, figyeljetek a higiéniára, ne igen mászkáljatok ki, csak hogyha muszáj. Mossatok kezet, ne nyúkáljatok az arcotokhoz. Igazából ennyi. Ezekkel lehet megakadályozni, hogy elkapjatok egy ilyen vírusos fertőzést. Vigyázzatok magatokra mindenképpen. És hogy az is fontos hozzátenni. Na jó, ki kell előznem ezt a kamiont, bár mondjuk pont emelkedőn vagyunk, akkor lehet, hogy nem fog menni. Na mindegy, jó, akkor egyelőre maradunk mögötte, de olyan lassan megy ez a kamion itt előttünk, hogy hihetetlen. Annyi a lényeg, hogy igen, hogyha, mit tudom én, ne igen találkozzatok most mondjuk nagymamával, nagypapával, meg ilyen idősebb családtagokkal, mert akkor őket nagyon veszélyeztetitek amúgy. Oké, hogy rátok lehet, hogy nem olyan durván hat, mint mondjuk egy idősebb emberre, de meg tudtok fertőzni az idősebb embereket is. Nem jó dolog. Na mindegy, felejtsük el most erre a következő pár percre, felejtsük el ezt a dolgot, mindenki nyugodtan hagyja, és kielőzöm ezt a kamiont, mert hihetetlen. Rájön szépen a villamos sínyére, nem a kamion lassú valószínűleg, hanem akkor nem ezek... Nem váltunk sebességet, egyenesen megyünk. Akkor persze nem váltunk sebességet. Szépen itt legyorsuljuk ezeket a csodálatos kis teherautókat. Eddig a pirosig. Jó. Elnáld a lámpát! Le kell gyorsulnunk őket. Easy peasy, lemon squeezy! Olyan lassan indultak be minden lámpánál, most hát kettő lámpánál pontosabban. Zöld hullám! Nem hiszed el! Nem hiszed el! Egyenesen kellene csak úgy menni. Gáz, okay. Fék, meg ilyenek. Amúgy így könnyű, hogy csak egyenesen kell menni, majd csak, hogyha kanyarodni kell, akkor hirtelen bele kell fékezni, mert később mondja, hogy jobbra, meg ilyenek. Mindegy, majd meglátjuk, hogy lesz. Szépen itt a pesti építkezéseket megcsodálhatjuk, gyönyörű látkép tárul, mindenki elé létszínen ne váltsá. Hát szerintem egyenesen. Jó, már elkezdtem fékezni, hát ha azt mondja, hogy jobbra. De egyelőre tartjuk az egyenes tempót. Ezt a izét lehet használni a sima RTS-ben is, ugye? Hogyha mondjuk európai térképen akarok játszani, nem ezzel a magyar moddal, akkor is használható ez a jáksó, igaz? Mi lenne, hogy a következő videóban aztán írjátok meg a véleményeteket, egy rendes, az európai Euro Truck szimulátoros térképen játszanánk, és nyomnánk valami nemzetközi fuvart. Én adnám, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, és hogyha továbbra is tetszenek ezek a Euro Truck szimulátoros videók, mindenképpen dobjatok a videóra egy lájkot, ezzel jelezve nekem, hogy király, és igazából ez sokat jelent. Nem váltunk sebességet, egyenesen megyünk. Köszönöm. Kicsit későn álltam bele a fékbe, de bőven volt ott még hely. Bőven! Halló! Menjél már! Végre. Na már 80 fokos a hűtővízünk. Megnézzük, felmegye 90-ig. 81. De a 90-en nem szabad túlmennie, ott vigyázni kell lám. Hogyha túlmegy, akkor ott probléma van, akkor le fogunk robbanni. Egyenesen? Éppen, egyenesen, mint a cövek. Köszi. Mint a cövek. Hú, miért köptem. Na. Oké, itt egy kis huppanó, de megoldjuk. Ó, 70-nel lehet menni. Elveszik a
gáz, tehát itt mondjuk meg kicsit jobbra vicceltem, egyenesen. Jó, nem büntettek meg. Ez még sárga volt akkor. Nem tudom lenyomni ezt a csírát! Ajj, az anyádat! Igen, most megyünk vissza Budára, jó van. Akkor itt voltunk a Lurdi mellett, nem? Ugye? Ez a látmányos. Oh! Te király. vigyázzik el, itt aztán rárántom a korlátra ezt a, ezért, milyen neve? Kormányt. Buda délvárosára rátaláltunk. Ide akkor még nem is jöttünk egyszer se. Ó, hát itt hányszor hajtottam már le. És itt erre, és itt jobbra meg kimenni, és akkor itt visszamész jobbra, ott igen, vágó, tudom, hol vagyunk. Sorok? Nem. Nem a soroksári. Előre, egyenesen, szépen, tovább. Nem jut eszembe az útneve. Nem jut eszembe az útneve, de tudom, hol vagyunk. Most bizony tudom, hol vagyunk. Na, csapatjuk tovább egyenesen, az lekanyarodik balra. Igazából eddig sokat nem kellett kanyarodni, tehát így nyugodtan rá tudjuk ilyenkor bízni magunkat a csodálatos GPS-ünkre. Aztán majd, hogyha elkezd pofázni, aztán kb. 20. szava lesz az, hogy merre menjünk. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Nem akarok. Úgy bírom, hogy úgy lecsesz mindig, hogyha gyorsan hajtok. Figyelj! Kivágunk! Jó van, 55-tél még nem büntetnek meg. Sőt, főleg itt már többel is lehet menni. Menjetek már! Hopp, ott egy rendőrautó van. Igazoltatnak valaki. Bejövünk jobbra. Hát... Mondjuk azt, hogy jó fej volt és beengedett, oké? Nem satuzott. Csak beengedett. Itt megint 50-nel lehet csak benni. Ennyi már! Mindegy. Megoldjuk. Ó, itt szeretek itt menni, ez mindig tök szép. Itt a Duna mellett. Erre kell menni izé felé, nem? Melyik autópálya van erre? M4? Vagy M4? Nem az M4 van erre? Na, hát ezt most lehet, hogy hülyeséget mondtam, de nem tudom, mindegy, meglátjuk. Hát az a helyzet, hogy ez rohadt könnyű GPS nélkül, hogy... büntető végez itt engem ez a zemétára. Hogy csak egyenesen kell menni, így rohadt könnyű. Megint 50. Aztán egyszer csak gondol egyet, a játék is 70 lesz. Nem, itt megint 50-es tábla van. Megyünk. Kocsikázunk. Kamionozunk. Ó, itt volt a tábla, és nem néztem meg. Na, ott lesz még egy tábla. Na, megnézzük, hányos autópálya van erre. Még mindig 50 a kilométer per óra. Jaj, ezt nem akartam. Ez se. Pécs. 6-os. M1, M7, M5. Az M5. Az M5 van erre? Hölgyeim és uraim, egyenesen. Továbbra sem túl bonyolult ez az útvonal. Kicsit gyorsan hajtunk, de ennyit megengedünk magunknak. Sietünk. A munkaarróink elvárják a pontos érkezést. Egyenes? Gondolom, hogyha nem szól semmit. Oké, elvileg többen lehet menni, ahogy látom. Rá is lépünk a gázpedálra, csak úgy dübörögnek a lóerő. Ó, még jó, hogy ráléptem, hogy be tudjak jönni a kamion elé. Itt erre már voltunk, nem? Vagy nem voltunk erre már? Nem tudom. 80 km per óra megengedett sebességhatár. Itt már 50. Jó. Ipari park, nem kell? Jobbra. Gondoltam. Jó, hát megjöttünk az ipari parkra, és hát nem volt egy túl nehéz feladatunk GPS nélkül, megmondom nektek a frankót.
majd menjél balra. Nem most, nem most, nem most, te kis kócos. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset. Jó, hogy rajta tudj maradni. De aztán nem elszúrni, ám. Na merre? Egyszerűen nincs ötletem. Komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Ott le kellett volna mennem balra, amikor azt mondta, hogy nem most, nem most. Biztos le kellett volna mennem ott balra. Na mindegy, most erre megyünk, meglátjuk, hogy visszatalál-e valahogyan a navigációnk. Hát bízzunk benne, oké? Okay? Menjél le balra. Oké. Okay. Na, ez jó helynek tűnik, Popsped. Hova jöttünk? Sunbuilders. Akkor nem ide jöttünk, ugye? Remélem. Azt tudtad, hogy én is kínai gyártmány vagyok? Hát hogy ne lennék az? Hát, vagy nem sokára jobbra megyünk. Akkor az lesz a Sunbuilders talán, ami ott van. De most látod, megint itt elkezd mobázni, hogy kínai gyártmány vagyok. Aztán ez az, ja. Aztán simán nem mentem volna addigra egyenesen, mire elmondta, hogy hogy merre kell menni. Bocsánat a vágásért, csak betelt a lemezem, amire veszem a dolgot, és át kell állítani, hogy máshova csinálja a cuclit. Nyomd le a következő fuvar kezeléséhez, akkor nem rakja le, ugye? Na, figyelj! Azt mondja, hogy rendben, hova álljak, oda vagy oda? Megcsináljuk a nehezet, öreg! Simában megcsináljuk a nehezet. És amúgy ezt a GPS nélküli, vagy hát a térkép nélküli ide találást azt nagyon szépen megoldottuk. Oda kell beállni, szerintem megoldom. Nem akarom elkiabálni, de szerintem meg tudom oldani. Kihúzzuk így, és kihúzzuk erre is. Na nézzük meg! Lükfert! Jó. Kirántottam a fülesemet. Sorry. Nem kell ilyen... Jó. És akkor lüki. Nem tudom, merre tekerem a kormány. Nem erre. Így. Jó. Elkezdjük visszaszedni. Egy kicsit törjük. Törjük rá. Jó. Még egy nagyon picit. És most vissza. Teljesen vissza, itt egy kicsit ez már sok lesz, szóval tegyük előre menetbe. De nézzünk előre is, hogy merre megyünk. Kicsit erre, és... Szépen ráállunk a rámpára, kicsit még arra felé. Így, vissza egyenesbe. Ezt lehet elrontottam. Nem? Nagyon jó. Egyenesen. Hát egy kicsit ferde, de... De erre már rá tudják pakolni. Erre már rá tudják pakolni. Hibátlan, hibátlan. T. Na, 30 km, 57 perc. 15,6 litjót használtunk el, és kaptunk 2,8 misit. Zsír. Ennyi volt, srácok, ez volt a videó most. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Voice crack. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ha tetszett, lájkoljátok. És akkor írjátok meg, hogy milyen LTS videókat szeretnétek még. Cső!